de magányos vagyok. Nézzünk fel Tinderre, hátra találok valakit. Nem. De jól néz ki ez a kutyuli-mutyuli. És válaszolt is. A folyónál akar velem találkozni. Akkor menjünk. Ciao kis, mi van? Mit csinálsz ott fenn? Hát, milyen nem tudom, kicsit szomorú vagyok, mert nagyon magányos vagyok mostanában, de szerintem találtam a gazdás, hogy én is letöltöttem ezt a Tindert, tudod az mi. Aha, és igen. Találtam egy tök jó csajt rajta. Nem mutasd. Szóval, nézd. Mondjuk, biztos, hogy jó volt egy macskával találkozni? Hát miért? Azt mondta, találkozunk ott a folyónál, hát miért nem? Jó, de te nem vagy annyira macska kedvelő vagy, de? Hát most figyelj, hát most mit veszíthetek? Jó van, oké, próbáld meg. Nagyon magányos vagy. Ne! Mit csinálsz? Jó, na, hát a most vissza. Úgy csak kell neked, ne lássa azt, hogy ilyen teófüggő vagy. Na, figyelj egy kicsit, megmozgatjuk úgy a sérodat, tökéletet. Ne, hagyjál már, Dani, megmozgatjuk. Menjél, gyerünk a folyóhoz, és úgy gyere vissza, hogy van 4 kutya gyerek. Na, gyerünk. Jó. Kis? Hello. Te mit keresel itt? Veled találkozok itt. Mi van? Te fent vagy Tinderen? Te voltál fent Tinderen? Igen. Jó, hát ez így gáz. Nem baj, hogyha már itt vagy, akkor nem tudom beszélgessünk, mint barátok. Nézd, kaptam egy ilyen tőke a tessék. Köszönöm, nagyon cuki vagy. Nincs mit. És hogy vagy? Jól. Te? Én is el vagyok itt, horgázgatok, bár én nem szeretem a halat, de igazából tök jól foglalkozik. Kutya! Milyen szép barátnőd van, haha, ellopom, haha! Dani, de mind már innen? Mit csinálsz? Kösd meg, mint hogyha megvédenéd, tudod? Menj innen! Jézusom, uram, atyám, félek, menj innen! Jézusom, jaj, ne segítség! Na, látod, megvédtelek! Köszönöm szépen! Megkérsz egy halat, mert akkor tudok még horgászni neked. Aha. Oké. Hozzad az új Corby és X-főintás terméket, és ha most vásárolsz, akkor kapsz egy dedikált kártyát X-főtől. Pulcsi bőrletáska kirakós, és még 100 jobb utájsevésző termék, link a leírásba. Jaj, srácok, nem viszem el, megint elfogyott otthonról a hal, konkrétan Corby mindent megzavált, de szerencsére eljövök a boltba most már, itt szerintem úgy van halszállítmány. Melyik résznél lehet, melyiknél nem mi... Szevasz, Dani, te is itt szoktál vásárolni? Ja, igen, cső, mizu van. Na, semmi különös, csak értem halat venni, de úgy látom, még nem érkezett meg a szállítmány. Mi van veled mostanság? Ja, semmi. Hallottál nem úgy arról, hogy a Kormi meg a Kis összejöttek, vagy nem tudom, valami ilyesmi? Micsoda? Ez igaz? Tényleg? Vagy... Elvileg letöltötték a Tindert, és egymást dobta be, vagy valami ilyesmi, és elvileg találkoztak, azt láttam. Ezt a Kormi nem is mesélt, tehát egy jó ég. Tehát nem tudom, várjál, és akkor most mit csináljunk? Vagy van valami ötleted? Hát nem tudom igazából most mit kéne csinálni, hát ez nem jó, vagy nem rossz, vagy nem de tudom, hát te tudod. Trollkodjuk meg őket. Trollkodjuk meg őket. Nem tudom, így biztos, hogy kérni fognak tőlünk tanácsokat, meg és mondjuk ami hülyeségeket rá, vagy nem tudom, és akkor így... Jaj, nagyon rossz lesz. Figyelj, viccesen kijön, de viccesen kijön, igen, nem igen. Jó, akkor haza is megyek, szerintem otthon van Kormi, és akkor adjuk nekik ilyen tanácsokat, amik itt nagyon... Oksa. Jó, menjünk. Jó, cső. Kis. Itt vagy? Szia. Hello. Na, figyelj! Képzeld el, kutakodtam egy kicsikét Kormi után, és megtudtam, hogy mi az, amit nagyon szeretek a macskák. Na, és mit szeret Kormi? Nagyon-nagyon szeretnek játszani, ami azt jelenti, hogy biztosan nagyon szeretnek hógolyózni. Szóval, érted a taktikát? Menj oda, és dobáld meg hógolyóval, és tudtél nevetni fog rajta, és megszeret. Hógolyóval? Aha! A macskák nem szeretik, nem? De szeretnek játszani, szeretik a golyó alakú játékokat, szóval biztos, hogy szeretik a hógolyót, nem? Mindenki jó, szeretik. Jó, esetleg más tanácsot tudsz még adni? Te egy kicsit eltöbbetapasztalhatabb vagy, nem tudom, neked is a macskád. Hát akár tegyük fel, meg locsol. Figyelj, úgyis húsvét van, locsol meg egy kis, ám mondjuk nem, ez kicsit túlzás, locsol meg ilyen finom parfümmel. Ezt nemrég kaptam, ez biztos nagyon szeret ilyen jó nedves parfüm, nagyon jó lesz, nagyon szeretik a macskák a vizet meg ilyeneket. Meg várjál, a másik kedv, figyelj, azt azt mondjuk neki nyugodtan, hogy ilyen nagyon finom halat is, ez különleges. De miért? Dehogy is, miért lenne, de macskák minden halat szeretnek, nem? Jó, mondjuk van benne valami, köszi, akkor a tanácsokat, aztán nem tudom, remélem meg lesz. Meg lesz, sok sikert, szia! Köszi, ciao! Kormi, hello! X-Fay, de jó, hogy itt vagy! Na figyeljé! Te tudok mindent, maradjál csöndben, fiam! Na figyeljé!
Én már nagyon tapasztalt vagyok ugye bármilyen ilyesmi, ezért úgy gondoltam, hogy adok neked tanácsokat, amiket muszáj megfogadnod. Pont ezt akartam kérni. Na, nagyon jó. A kutyák három dolgot szeretnék a világon a leges legjobban. Az első a hangoszajok, ezért most adok neked rengeteg tűzijátékot. Imádják, ha minden robban, sípol, imádják, a legjobb dolog. Gondolod el, Szilveszter... De tőlem félnek. De hogy is Szilveszterkor is, hogy mindig mennek bulizni, meg ilyesmi, amikor tűzijátékot hallanak, nem érdekli őket, hogy hangos. A másik, imádják a gyümölcsöket, zöldségeket. Mindig az a kedvencük. A hús azt nem is szeretik, a hús azt úgy utálja minden az nem kutya. Szeretik. Nem szeretik, a hús azt, azt nagyon utálják, azt úgy utálják, mint te mondjuk a, nem tudom, a vizet, vagy ilyesmi. És amit legjobban imádnak, lávában úszkálni. Nagyon-nagyon szeretek, ugye nem szeretek... De még nekem is túl meleg. De tudod, ők nem szeretek vízbe fürdeni, mindig megrázzák magukat ilyenkor, meg ilyesmi, viszont a lávába imádnak fürdeni, hát az a kedvencük, érted? Oké. Okay. Menj okay. és mutasd meg, hogy mennyire jó barátnő leszel, na. Szia, Dani, jól van. Na, csá. Figyelj, akkor beadtad a trollkodást, meg rossz tippeket adták is? Megvan minden, Jó van. Ha most fognak itt találkozni, nektek meg inni, akkor bújjunk el, azt várjuk meg őket. Szerintem lassan jönniük kell. Aha, nézd, ott már jönnek is ketten. Igen. Na, hoztam neked ilyen ajándékokat, ugyanis ilyen figyelmes akartam lenni. Szóval, játszunk egy picit! Hogy csináld? Miért? Nem szeretem a vizet, hagyd abba! Miért nem? Vagy mi? Hát nem szeretik az ilyen vizet, meg az ilyen golyó alakú játékokat? Szeretjük a gömbölyű játékokat, de ez nem jó, ez nem tetszik. Miért nem? Nézd, itt van, tessék, adata, nem kell tőle félni. Meg miért hoztam neked parfümöket? Miért, mi van? Nézd, tök jó illat. Utálom a vizet, hagyd abba! Utálod a vizet? Utálom! Jó, mindegy, akkor ezeket hagyjuk, mindegy, hoztam neked kaját is. Tök jó hal. Figyelmes tőled. Nincs mit. Miért közül halat adtál neki, Dani? Mi? Mi van? Rosszul vagyok tőle, mi ez? Gömbhal. Mi a gömbhal az ilyen? Az a lényeg, hogy én sértem üres kézzel. Hoztam tűzi játékot, mert tudom, hogy szeretitek. Mi a baj? Jaj. Gyere, kövessük őket. Jó, oké. Hát nagyon de nagyon hangos. Szép, nem tetszik a tűzi játék? Nem. Nagyon hangos. Jó, hoztam kaját is. Tudtam, hogy nagyon szeretitek a gyümölcsöt, zöldséget, meg ilyenek. Gyümölcsöt, zöldséget, hát... Na, akarok elszomítani, de szerintem minden kutya utálja a zöldségeket, talán egy-kettő, nem, de azért figyelmes volt, köszi. Nem tudom. Ja, meg tudtam, hogy szeretek lábába fűrni. Ne is mentek! Mit keresnek itt? Hát... Jó, van, valljuk őszintén, Dani, mi adtunk nektek rossz tanácsokat, mert nagyon-nagyon viccesnek tartottuk ezt az egészet, szóval... Ja... Engem dobálhatsz, hogy szerettem a vizet. Na, jól, srácok! Ez a gömbhalat! Nem leszek! Ez a videó egy lett volna, remélem tetszett, gyertek volna a Mindzone szerverén, ugyanis akkor találkozhatok velünk úgymond, és nagyon-nagyon jó lenne az egész. Szóval gyertek fel, lássuk csengőre a videóra, köszönöm a figyelmet, és akkor sziasztok, srácok! Sziasztok! Hello! Hello!